Olimpiai bajnoki címet nyert a női kajakosok 500 méteres versenyszámában. Kozák Danuta és Szabó Gabriella a Rio de Janeiro-i játékokon. A magyar kajakkenusok közül az első négy szám selejtezői után csak ők kerültek döntőbe, és esélyesként versenyezve meg is nyerték azt, 1 századdal megelőzve a német hajót. Az aranyérem fényét növeli, hogy Kozák Danuta vírusos gyomorfertőzésre panaszkodott a verseny előtti éjszakán. Ez a 6. magyar aranyérem a riói olimpiai játékokon. Lemondott Iván Ivanovics szolgálatairól a Maros Kosárlabda Klub. A 36 éves játékos a múlt idényben súlyos sérüléseket szenvedett. Most próbált visszatérni, de az augusztus elejé edzőtáborban derült ki, hogy szervezete már nem bírja a szükséges szinten a terhelést. A 2013-ban Marosvásárhelyre szerződött szerb kosarassal közös megegyezéssel bontottak szerződést. Teljes kerettel bizakodva kezdte meg a felkészülését az új idényre a Gyergyószentmiklósi Progim jégkorunk csapata. A száraz edzések után múlt héten a jeget is megkóstolták a csapat játékosai. A Progim új vezetőedzővel, a csapat korábbi játékosával, Román Kostrominnal készül a bajnoki idényre. Segítője az a Václav Novák lesz, aki a jégen is segíti a csapatot. Rajta kívül még 4 légiós van a keretben. Pavlo Borisenko a Sztyávától, Mihail Konyájev Csíkszeredából érkezik, Vitali Kiricsenko és Nyerges Lajos pedig folytatja piros-fehérben. Bár az idéntől a szabály 6 légiós tesz lehetővé, a 6. helyet Gyergyószentmiklóson nem töltik be. Végre nem zsákba macskát, hanem olyan játékosokat hoztunk az idén, amelyikekkel bízvakodva megyünk neki a szezonnak. Tudjuk, hogy már sikeres játékosok voltak ott, ahol játszottak, és ezt nagy előrelépésnek látom, hogy nem próbálkozunk, hogy vajon jó lesz, vajon nem lesz. Ami a célkitűzést illeti, óvatosan fogalmazott a menedzser, ám a szurkolókat szeretné boldognak látni, ezért pedig jól kell teljesíteni a csapatnak. A keret bemutatóját péntekre tervezik.